Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sort, amikor is kiváló sportolókkal ismertetjük meg nézőinket. Annál is inkább, hiszen most már jön az új korosztály bemutatása is, hiszen legendákról már beszámoltunk, ha nem is a teljesség igényével, de természetesen ők is visszatérnek. Most pedig elmegyünk a jégre a következő időszakban, hiszen számtalan remek jégkorongozót, egykori, jelenkori jégkorongozót, edzőt sikerült megnyernünk, akik vendégeink lesznek a közeljövőben. Mai vendégem pedig Bartalis Balázs, szervusz, tisztelettel köszöntelek. Üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket. A rövid hírünk az, hogy ugye államilag elismert akadémia lett az Ocskai Jégkorong, de ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia, Nemzeti Jégkorong Akadémia névvel, és az egyéni képzésekért felelős mesteredző pedig te magad leszel, és rólad azt így az előjáróban azt tudnunk kell, hogy 4-5 napot dolgozol, hiszen egy fantasztikus lehetőségért, tehát a tehetséges edzőnek azért mindig kinyílik a világ, hiszen Svédországban a bajnokcsapatnál technikai fejlesztési edzőként dolgozol, ami egy óriási lépcső. Erről fogunk, eljutunk eddig, de azért amikor azt kimondjuk ezt a nevet, hogy Bartalis, akkor azért egy kicsit el kell mennünk Székelyföldre, hiszen édesapád Székelyföldről indulva lett Idestova most már emberöltönyi távolság óta, hiszen 90-ben érkezett, több mint 30 esztendeje Székesfehérváron ismert és elismert nagyszerű játékos, bár hiszen tudjuk, hogy román bajnokságot már számtalanszor nyert, és a válogatottban is bemutatkozott ott is. Nos, egy kicsit beszéljünk az indítatásról. Én azt gondolom, hogy egy fiatal számára, ugye te Székesfehérváron születtél már, de a bátyád, aki majd szintén vendégünk lesz, ő még Csíkszeredán, Csík kellős közepén, ha úgy tetszik. Milyen indítatást jelent egy ilyen családban felnőni egy fiatalnak? Hát ez egy érdekes megközelítés, ugyanis nem csak apukám, nekem anyukám is ugye Erdélyből származik, mindketten egy erdélyi medence környékéről, és én azt hiszem, hogy ezt ő általuk is elhozottnak vélhetjük, ugyanis ott a jégkorong, és szerintem ez Fehérvárra is egyértelműen igaz, nem csak egy sport, hanem azt gondolom inkább egy vallás és egy életforma. Ugye miután apa abba hagyta a profi pályafutását, így Győrbe költöztünk, ott kezdett edzősködni, és ezáltal Isti is, illetve én is mindketten a jégpályán nőttünk fel. És azt gondolom, hogy nem is próbáltak orientálni minket a jégkorong felé, de nem is kellett nekik, hiszen ez valahogy egyértelműen így alakult magától értetődően. Ugye Győrben ott van az a legendás tízes mez, már visszavonultatva, már mint édesapád meze. Igen. Azt hiszem, ez mindennél többet mond, hogyha valaki a sportág, egy bizonyos sportág jelen esetben a jégkorong legendája lesz, az azért borzongató érzés, ugye? Hát neki kéne ezt elmondani, de nekünk is így van. Is. Hát egyértelmű, azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, aki annyit tett volna a győri jégkorongért, mint ő, és ezt a környezete is látja, illetve a város is tisztában van ezzel. Tehát a jégpályán nőttél fel. Így van. Ami azt mondaná az ember, hogy egyenes utat vezetett egyre magasabbra, bár azt mondják nekem, hogy a tehetséged megvolt mindenképpen. Az meg. Egyéb különböző okok. Hát én nem voltam egy... Az, hogy nem voltam szorgalmas, az nem a jó kifejezés. Bizonyos dolgokban nem voltam szorgalmas, és én azt gondolom, hogy a környezetem, mármint a győri környezet, ahol én felnőttem, ez nagyban közrejátszott abban, hogy nem voltak olyan feltételek. Nem voltam kihívások elé állítva nap, mint nap, nem kellett, hogy megküzdjek úgymond a helyemért, mert kevés gyerek volt, így mindenkinek játszania kellett, és így van, azt gondolom, meg tudom is, és mondták sokan, hogy a tehetségem megvolt, viszont az a környezet, amiben felnőttem, és ezt sajnos mai napig sokszor látom itthoni kluboknál, a kiemelten tehetséges játékosok nincsenek megfelelő kihívások elé állítva. Ugyanakkor az eleve elrendelés volt, hogy a jégsport lesz, a jégkorong sport lesz a tiéd. Tehát csalódásként élted meg, hogy
hiszen arra hivatott voltál, hogy kövesd a édesapádat és a bátyádat, hogy ez végül is nem sikerült? Vagy ideje korán rájöttél, hogyha tovább lépsz bizonyos értelemben, akkor eléred azt a célt, ami aztán teljes egészében kielégít? Volt bennem csalódás egyértelműen, és 18 évesen kikerültem a svéd másodosztályba, ahol Isti is játszott ahhoz a csapathoz. Velük edzettem az utánpótlásban ott egy húzamosabb ideig, és azt hiszem, hogy ott volt az első komolyabb törés, úgymond így a gondolkodásomban, hogy nem most kéne elkezdenem ezt a munkát belerakni extrában, hanem eddig kellett volna, de ugye nem volt viszonyítási alapom. Hiába sokan mondják, hogy igen, hát Isti itthon volt, de azt tudni kell, hogy Isti már 12 évesen elkerült otthonról Pestre. Mi csak hétvégente találkoztunk, aztán miután Svédországba került, akkor mi konkrétan csak a nyarakat töltöttük együtt, ami pedig nekem nem volt egy edzőtábor, vagy hogy mondjam. Bár ő próbált azért sokszor különböző módszerekkel, de nyilván azért a testvérétől, meg a családjától, meg a szüleitől az ember nem úgy fogadja a kritikát, mint egy külsős embertől. Úgyhogy... Amikor még kikerültél, motivált voltál egyébként? Tehát tudtad, hogy előtted a világ is motivált voltam, de 19 évesen látni, hogy ők fizikálisan mennyivel felkészültebbek, és azért akkor ugye egy éved van, amíg felnőtt pályára kell, hogy lépjél, és én láttam azt, hogy ez nem egy egyéves lemaradás fizikai szempontból, meg tehát mentálisan. Tehát nem feladtad, hanem tudatosan döntöttél úgy, hogy elindulsz egy másik úton. Így van. Ez a tudatos döntés az alapvetés volt, hogy megmaradsz a jégkorongnál, hiszen előtte azért egy másik egyetemen próbálkoztál. Nem volt alapvető nekem, főleg apukám nagyon szerette volna, hogyha gépészmérnöki pályára orientálódok, és én ezt el is kezdtem, viszont ez arra volt jó, ugye, hogy tisztában legyek vele, hogy ez nem az én irányom, és akkor jött a finnországi lehetőség, illetve ötlet. A jövőd volt a tét, egyértelmű. Így van. Tehát végül is mégis úgy gondolkodtál, hogy a jégpályán, ilyen értelemben a jégpályán a helyed, ahhoz is kellett motiváció és egy döntés. A döntés felelőssége 20 esztendősen azért óriási. Óriási, de voltak előttem olyan példák, akár otthon, vagy Isti részéről, és tudtam, hogy ha én a jégkorong sportágban még el szeretnék érni valamit edzőként, akkor tisztában voltam vele, hogy Skandinávia, vagy esetleg Kanada. Egy teljesen más világ, mi tudjuk, mint a szovjet hoki, mint a cseh, mint a tengeren túli, és leginkább, mint a magyar, tegyük hozzá. Mi fogadott Vierumekiben? Hiszen egy edzőképző egyetem hallgatója lettél, ahol párhuzamosan megy az elv és a gyakorlat megismerése, hogy az aztán később ötvöződjék. Így van. Ez egy nagyon innovatív rendszer, egy képzési rendszer, és nekem teljesen idegen volt egyébként a finn oktatásjával, vagy angolul történt az oktatás. Ugye ez 20 jelentkezőt vesznek ide fel minden évben, tehát ez az egyéni képzés, ami úgymond a jégkorongban is jelen van, ez ugyanúgy rá van húzva erre az iskolára, mint séma. És nagyon odafigyelnek, hogy ki melyik irányba szeretne orientálódni, és ez alapján minden támogatást megkapunk én. Egy nagyon gyakorlatias és nem ez a poroszos rendszer, amit én úgymond megszoktam felnőve. Tehát látszólag könnyed, olyan, mint az amerikai egyetemek, ugyanakkor rendkívüli kihívás, hiszen a felelősség egyik oldalon ott van, magán a hallgatón, a másik oldalról pedig nyilván azt meg kell tanulni, amit az alapvetéseket ahhoz, hogy aztán a később, mert ez csak az útnak az eleje. Így van. Milyenek voltak ezek az egyetemi élek egyébként? Nekem így visszagondolva rengeteget segített, főleg a személyiségem fejlődésében, ugyanis én itthon megszoktam azt, hogy minden feladat és megoldandó dolog, az ki van adva, és azt neked meg kell csinálnod, ha nem csinálod, meg következményei lesznek.
és úgy gondolom, hogy ami a sport pályafutásom végén hiányzott, az, hogy magamtól jöjjek rá, hogy igenis ez az én érdekem megcsinálni, és ha én nem csinálom meg, akkor helyettem senki nem fogja, és ott számon se kérnek, ha nem megköszönik a jelenlétedet. Tehát igen, amikor említetted, hogy 20-an, nyilvánvaló, hogy egy olyan országban, mint Finnország, nem 120-an, hanem 220-an szeretnének egy ilyen képzésbe bekerülni, és ez, ha úgy tetszik, egy elitképző. Egy elitképző, akikre a később is számíthatnak, és nyilvánvaló, hogy azért bízzák rájuk, mert így válik el, ha úgy tetszik, az olcsó a búzától. Ez egyértelmű, ez így van. Tehát megszerezted a tapasztalatot, megszerezted a tudást. Ezzel a tudással, illetve tapasztalattal felvértezve voltak álmaid, hogy mit szeretnél a későbbiekben elérni? Tehát amikor például átvetted a diplomádat, tudtad már, hogy mihez kezdesz? Voltak álmaim, és az az érdekes, hogy abban az évben, amikor én az egyetemet befejeztem, abban az évben lett a történelemben először bajnok mostani csapatom kint, és bennem ott volt egy olyan válaszút, hogy nagyon sok klub megkeresett itt van köztük, Fekti István is egyébként Fehérvárról. És akkor én azt mondtam magamnak, hogy oké, vagy bejutok a svéd bajnokhoz, és tényleg elkezdek egy skandináv karriert kint, vagy akkor hazajövök, és itthon egy úgymond megszokottabb és lazább környezetben elkezdek edzősködni. Tehát ez volt a Växjö Lakers, és ha úgy tetszik, ez nem szerencse kérdése semmiképpen. Bár ahogy fogalmaztál egyszer, hogy ez az élcsapatnál, hogy az iskolai mentorod segítsége azért elkélt. Hogyne. Ez hogy történt? Ez nem, úgy gondolom nem mondok meglepetést ezzel senkinek, hogy a kapcsolatok mindenhol számítanak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban, ha jó kapcsolati rendszer van, bárhol be tudsz kerülni, viszont ahhoz, hogy benn is maradj, ott bizonyítani kell. Ez úgy történt, hogy az akkori utánpótlás vezető, a Janne Carlson, ő egy másodosztályos csapatnak az edző volt korábban, ezért ismerte Istinek a nevét, aki akkor a másodosztályban játszott, illetve egy másik csapat edzője, aki később nekem a finn iskolában mentorom lett, egy finn válogatott edző, ők ismerték egymást, és telefonon szólt, hogy van itt egy srác, aki mindenképp nálad akar edzősködni. Megkérte, hogy hát nézd meg, van-e rá lehetőség, vagy akármi. És akkor a szerencsém volt, hogy akkor az U20-as csapathoz pont kerestek egy kanadai edző mellé másodedzőt, és azt mondták, hogy én finanszírozzam magamnak, repüljek ki 3 napra egy próba edzőtáborra, vagy hívjuk bárminek, és a 3 nap után, hogyha meg tudom őket győzni, akkor leülünk és megbeszéljük a dolgokat. Sikerült. De hogy tehet ez a 3 nap? Mit kellett tenned ahhoz, hogy sikerüljön? Hát én akkor az úszas csapattal kezdtem, és megmondom őszintén, hogy én addig ilyen szintű jégkoron közelében sem soha nem voltam. Tehát láttam nyilván, de az, hogy én legyek a jégen, és ilyen szintű játékosok, akik NHL draftra készülnek, vagy komoly karriert futottak be azóta, eszméletlen érzés volt. De megfeleltél, ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, hogy folyamatosan fejlődésnek indult az edzői karriered. Minden nap tanultál valamit? Vagy azokat az alapokat, amelyeket az egyetemen elsajátítottál, egészítetted ki a gyakorlatban? Minden nap tanultam valamit. Az, amit az egyetemen tanultam, az elengedhetetlen lett volna az, hogy oda bekerülhessek. Viszont az, hogy minden nap új és új impulzusok, technikák, teljesen más, amikor az osztálytársaid, úgymond osztálytársaim, egyetemi társaim előtt kell mondjuk egy motiváló beszédet mondanom, vagy egy taktikai elemet elmagyaráznom, az más, mert nincs rajta nyomás. De amikor tényleg egy igazi meccs előtt állsz, vagy edzésen 20 olyan éhes tekintetű játékos figyel, akiket te nem hagyhatsz cserben, az na, rendkívül más egy lélek jelenlétet kíván. Tehát minden edzés egy mérkőzés tulajdonképpen, ami dönt. Így van. És ez a kulcsa, úgy gondolom,
azoknak az országoknak, most Svéd és Finnországról beszélek, mert máshol ugye nem dolgoztam én még. És ez nyilván vonatkozik a játékosokra is, hiszen mondtad, hogy NHL bőrzére készültek, nyilván mindenki szeretne az első osztályban játszani, az első csapatban, Svédországban, Finnországban, és így tovább, hiszen a határa csillagos ég egy ott felnőtt fiatal számára. Ez is motivált? Hogyne, ez eszméletlen motiváció. Elmondhatom, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy számolnom kell, azt hiszem 3 vagy 4 játékos már az első körben draftoltak az NHL-be, aki az én kezem alatt dolgozott 1-2-3 évig, tök mindegy meddig, de ez egy olyan érzés, amit azt hiszem csak azt tud igazán értékelni, aki már átélte ezt. Világos. Mi ezt úgy képzeljük el, hogy fontos az eredmény természetesen, de sokkal fontosabb az az edzésmunka, ami lehetővé teszi, hogy a későbbiekben egyre magasabb szintre kerüljön a játékos. Tehát ez a kettősség, ez kézen fogva jár. Ez egyértelműen, ez kéz a kézbe megy, és nekem volt olyan szerencsém először szerencsétlenségnek véltem, de aztán szerencsém lett, hogy az akkori vezetőedzőt, az U20-as kanadai Cam Abbottot, őt egy első osztályú csapat kinevezte vezetőedzőnek. Úgyhogy 3 hónap elteltével, úgymond a karrieremben, ott álltam, hogy igenis most fel kell lépnem, és nyakamba szakadt, úgymond egy csomó olyan dolog, amit abban az évben tanultam meg a saját bőrömön. Ez borzongató történet, ilyen értelemben sikertörténet, de borzongató, hiszen nincs semmi garancia arra, hogy bármennyire is tehetséges valaki, tehát jön egy rossz spirál, és akkor, de nem így történt, és ez annál is inkább fontos, hogy ezzel meglépted azt a szintet, és bebizonyosodott, hogy lehet rád számítani. Ezt hogy közölték veled? Sehogy. Bejött az utánpótlás vezető, és azt mondta, hogy mától mi visszük a csapatot. Balázs holnaptól irány az a felnőtt engem csapat? Is, mert egy utolsó meccsünket az pont az ellen, a Rögle ellen játszottuk, ahova a vezetőedzőnk elment, és a meccs végén mondott egy hosszabb beszédet, elköszönt mindenkitől, és másnap reggel úgy jöttünk edzésre, hogy ő már nem volt ott. Értem. És a másnap reggel te pedig úgy indultál el, hogy már a felnőtt csapat öltözőjében kellett kopogtatnod, vagy ez hogy volt ez a folyamat? Nem, abban az évben még végig az U20-as csapattól, igen, és évvégén leültünk beszélni a GM-mel, és én megmondtam neki, hogy abban az esetben, hogyha van lehetőségem elmenni, akár egy kisebb osztály, másodosztályról beszélünk, mondjuk egy másodosztályba, de felnőtt csapathoz dolgozni, akkor én szeretném ezt a szintet, vagy ezt a döntést meghozni. És igazából ők jöttek azzal az ötlettel, hogy nem lenne kedvem inkább ott maradni, és a felnőtt játékosoknak az egyéni képzésével foglalkozni. Ugyanis én akkor már azt hiszem, hogy nem is tudatosan, de rengeteget foglalkoztam az egyéni képzésben, az után U20, U18-as korosztályokkal, és ezt látták, és valószínűleg volt eredménye, még hogyha csak kis részben is, de nagyon sikeresek voltunk abban az évben az U20-as csapattal. Úgyhogy. Igen, de a Växjöről tudnunk kell, hogy svéd bajnok, egy top csapat, nyilván más a felelősség az egyéni képzéseknél is. Mi mindent lehet megtanítani egy ilyen svéd bajnok top csapatnál játszó játékossal? Mindent meg lehet tanítani, hogyha az adott játékos nyitott rá. És nyitottak? Rendkívül már nyitottak. Kérdezem ezt azért, mert hogy nyilvánvaló, hogy azért az érdekes, hogy a korodnál fogva is velük vagy egykorú, sőt, jó néhányan nyilván a sztárok közül idősebbek is nálad, és ráadásul olyan játékosok, akiket, mit tudom én, a jövőre már az NHL-ből fogunk megismerni. Így van. Nyitottak, és én hiszem azt, hogy egyébként ez a kulcs annak, hogy ők ott vannak, ahol. És olyan karriert futottak be, beszélünk idősebb játékosokról, amiért befutottak. Van most egy 34 éves játékos, aki többször volt a svéd első osztálynak a gólkirálya, és ő például napi szinten, vele például napi szinten kell mennem. És ő például az a játékos, akit nem küldtek az edzők, hanem ő csak magától jön, és csinálja. És azért tartott 34 évesen, mert ilyen a hozzáállása. Barátságok köttetnek?
ilyen szinten? Úgy gondolom, igen. Tehát az nyilvánvaló, amíg Istiként játszott, az egy másik dolog volt. Ott egyébként tartottátok a kapcsolatot? Kint, amikor igen. Most az másodosztály volt? Igen. Tartottuk persze. Mindig tartjuk a kapcsolatot, bárhol van. Próbáltam, voltam meccsén, volt szabad hétvégéjük, ők is jöttek hozzám a kedvesével, úgyhogy szoros kapcsolatot tartottam. Addig, amíg egyedül voltál, felvetődött-e benned? Te volt-e olyan időszak, amikor nyilván van néha egy negatív spirál, hogy szeretnél hazajönni? Vagy teljes egészében kielégített az a munka, hiszen elfoglaltad magad és egyre magasabb szintre jutottál? Sokszor eszembe jut a mai napig. Ilyenkor általában bemegyek a pályára és körülnézek, hogy honnan is indultam, hol is vagyok, és igazából miért is akarok úgymond Európa talán azt mondom, utóbbi 5 évben talán legpatinásabb klubjától elszakadni, de azért valahol, hogy mondjam, hiányzik a magyar szociális élet, illetve a párom, a családom. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog. Nyilván mindenki, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy miért panaszkodom, hiszen nagyon szerencsés vagyok, így van. Úgy gondolom, hogy a karrierem szempontjából nagyon szerencsés vagyok, viszont akárcsak az élet, meg a karrier, meg minden, az egy kétélű dolog. Tehát ez több hozta, hogy végül is elfogadtad az akadémiai invitálását, hogy amikor lehetőséged nyílik, akkor hazajössz segíteni? Nem ez az érzés hozta engem. Nekem az hozta meg az akadémia elfogadásához szükséges döntésemet, hogy a magyar jégkorong véleményem szerint az utóbbi pár évben nagyon rossz irányba megy. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy nem megy semmilyen irányba, ugyanis én azokkal a top játékosokkal, vagy válogatottakkal, akikkel személyes kapcsolatban vagyok, vagy látom, vagy követem, azt veszem észre, hogy nem vagyunk képesek szintet lépni. Tehát ez a szintlépés lenne a fontos, hiszen tudjuk, hogy az A és a B csoport között ingázni, az nem tesz jót a sportágnak sem. Viszont az új ligákban szereplő fiataloknak azért még ez egy jó út. Bár, ahogy látjuk, azért egyre többen vannak, akik kipróbálják magukat a tengeren túlon, kipróbálják magukat a Skandináviában. Ez lehet az út, hogy felépíteni bizonyos szinten itthon önmagukat, és akkor szintet lépni pedig már a külföldi bajnokságokban lehet. Szintet lépni mindenképp egyszerűbb külföldi bajnokságban, azért azt látni kell. Viszont azt gondolom, hogy azokkal az anyagi lehetőségekkel, amik jelenleg itthon adottak, sokkal magasabb ívbe kéne, hogy fölfele elinduljon ez a történet. Illetve szerintem az is egy probléma, hogy rengeteg olyan játékosunk van külföldön, és talán ez az a tudat, ami így kicsit elkényelmesít minket, akik utánpótlás szinten nem a legmagasabb ligába játszanak, hanem egy Magyarországhoz hasonló, vagy Magyarországnál kicsit jobb külföldi másod, harmadosztályokba pallérozódnak. Az, hogy az extra ligában most azért kinyílt a világ, ha úgy tetszik, hiszen a Győr újra játszik, és nem a mi csapatunkkal, hanem a győri csapattal, a Dányi Balázsékkal, és hogy azért, ha nézzük, akkor ott van Csík, Szereda, Gyergyó és Brassó, tehát a svábok is beszálltak ebbe a mérkőzésbe, és egyre jobbak itthon a csapatok, sok a néző, ha úgy nézzük, akkor a Fradi meccseken, Újpest meccseken, Miskolcon biztos, hogy mindig sokan vannak általában, és itthon is. Azért ez fejlődésnek tekinthető? Én azt gondolom, hogy fejlődésnek azt tekinthető, ha minél több olyan fiatalt be tudunk építeni ebbe a ligába, aki megállja a helyét, és a válogatott helyekért úgymond verseny tudna kialakulni. Azért mondom, hogy tudna, mert szerintem jelenleg nem, bármennyire is ez úgy van előadva, vagy felmutatva, de jelenleg nincsenek versenyhelyzetek a válogatott helyekért. Igen, néztem az új válogatott keretet, hát elég kevés fiatal van, nagyon sokan jöttek haza külföldről, és kevés fiatal, viszont a Volán, bár én még Volánnak hívom, de hát a Volán titánok kapcsolat az azért ilyen értelemben megnyugtató, hiszen a titánoktól folyamatosan áramolnak fel a tehetségek. Így van, szerintem most az öröm az örömben, hogy ilyen sok sérültje van a nagy csapatnak, az, hogy rengeteg fiatal
megkapja a lehetőséget, és ahogy hallottam, én bár nem láttam a meccseket, ahogy hallottam, jól teljesítettek, és ez a kulcsa ennek az egésznek. Így van, és hát ugye most volt a Ljubljana rangadó, Ljubljanában is sikerült nyerni, és több fiatal is szerephez jutott. Általában egy kicsit beszélünk a magyar jégkorongról. Helyünkön vagyunk itt az A és a B csoport küszöbén, vagy amit az imént utaltál, még kéne egy jelentős lépés, nem tudom, hogy gazdasági vagy szakmai ahhoz, hogy folyamatosan átcsoportosak lehessünk. Szerintem szakmai lépés kell, ez nem is kérdés. A TAO rendszer, illetve most az akadémiai rendszer meg valósulásával nem gondolom, hogy gazdasági vagy anyagi problémák lennének, sőt, én amikor mesélem Svédországba az utánpótlás edzőknek, hogy itt úgymond milyen kánaán van, hogy főállású edzők vannak, U8, U10, 12, 14, 16-os korosztályokban. Mindenki azt a kérdést teszi fel, hogy akkor hogy lehet az, hogy nem vagyunk rajta térképen. Értem. Mi lesz az első dolgod? Mi az első dolgod itt a Volánnál? Ezeken a napokon, amikor elkezded a munkát a fiatalokkal? Kovács Csabával azt a célt tűztük ki ezekre az etapokra, hogy az edzőknek, tehát az itt dolgozó edzőknek próbáljunk meg egy olyan tudást, stratégiát, nevezzük bárminek, átadni, illetve megmutatni, amivel ők el tudnak ezen dolgozni, és a jövőben tudnak ehhez igazodni. Tehát ez bizalmi kérdés, és mindenképpen technikai, és hát a lelki útravalót is ti adjátok hozzá a szakmai így szempontokon van. Túl így is. No, mit kívánjak én neked ott a messze távol most itthonra? Még egy bajnoki címnek örülnék. Az jó lenne. Érdeklődéssel fogjuk nézni a svéd tabellát, és azt már most mondom, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy minden Fehérvár Vexiónak szurkol továbbra is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, Bartal és Balázzsal beszélgettünk a jégkorongról, a múltról, a jelenről és leginkább a jövőről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!